Previously on last episode on Krisztus előtt 10.000 évvel ezelőtt in Grand Theft Auto Liberty City Stories. Ki képes ilyeneket csinálni a gyermekével? Hm? Az a baj, anya, hogy farfekvéses voltam. Mi? Hogy a... Sherlock to my new friend! Kit raboltak el? Salvadorét! A szindekocsolán most nagyon kihúzta a gyufát. Szerintem most egy olyan küldetés fog lejátszani, ami széjjel aprítjuk a Szindekó családot ezen a területen. Don, most nem buszíthatom meg a kezedet? Jaj! Haj! Hú, gyerekek, GD Leon család tag lesz, ugyebár. Engem se fogadod be Don Salvatore a családjában, nemhogy téged cucu maradsz, he! Hangja se tetszik a csávónak. I don't know where tonight it is going. I'm just a no way. I'm just a no. Azt akkor mi van? Ez az én városom, Tony! Ez az én városom! Nem veszed el tőlem! Nincs ez, kelj fel, boxoljuk szét! Hát hogy ütsz? Úgy ütsz, hogy Maria Latore! Gyere, kelj fel, Vincenzo! Az időd lejárt, you fucking pimpes, riherodgyos, suhadsz! Salvatore! Salvatore! Gyere ki, te vén, lókupec! Gyere ki, mert most azonnal meg fogok ölni! Eljött éted, a halál, a legnagyobb Don! Nem te vagy a legnagyobb Don, hanem a halál a legnagyobb Don! Gyere ki azonnal, vagy ki kell vágnom a fenyőfát! Elkezdem már vágni, kivágom az összeset! Gyere! Nem 3 év múlva fogsz megholni! Nem, hanem most fogsz meghalni! Nem egy néma gyerek fog megölni, hanem egy kibaszott sorozatgyíkos! Getz! Gyere ki, Salvatore, gyere ki! Mert újra azt akarom, hogy benne légy a Grand Theft Auto Liberty City Storiesom következő részében. Gyerekek, december 19-e van, mire felkerül a videó, 20-a lesz, és kutya dolog, szar dolog abba is belegondolni, hogy december 2-án volt legutoljára Grand Theft Auto Liberty City Stories rész, majdnem fél hónapon át nem volt. Nem voltunk itt Portlanden, és nem találkoztunk Tony Cipriani gyönyörű szép mosolyával. Hát szörnyű, borzasztó, meg ez az Idaho-val, gyerekek. Mint a kibaszott őskorban. Na, oké, kezdjünk akkor bele, vágjunk bele. Egyébként azért volt a Previously on the Grand Theft Auto Liberty City Stories prológus a videó elején, mert már nagyon régen volt Grand Theft Auto Liberty City Stories rész, és úgy gondoltam, hogy kicsit felelvenítem nektek az emlékeket. Ilyen nem lesz még, esetleg majd akkor lesz ilyen, hogyha majd megint fél hónapon keresztül nem lesz rész, de ilyet a legkövetkező részben már nem teszek bele, mert annyira nem nagy dolgokat tudok felelveníteni. Hát jó, meghalt azért a moslék, a retkes Sindaco moslék, a GD, meg a Vinny, aki inkább mindig boss akart lenni, de nem volt elég szerencsés, kinyírtam a pitába. Szóval Salvatore, szerintem egyenes út a kibaszott klubba, egyenes út a végzetünkbe. Most már semmi sem állhat elénk, szerintem Portlanden. Na nézzük, de Sindaco szabotés. Na, a Sindacoék még mindig akarnak tőlünk valamit. Na, mégis, mi van, kiürült a poharadból az izé folyadék, Salvatore. Mi jöhet még? Mi a Diablos akarja a Harbor Heights-ot elfoglalni? Mi a szar? Én most fejeztünk meg egy kibaszott háborút, és bang! Megint benne vagyunk egy másikba, ne basszál, Salvatore. Aztán milyen a rugószék? Hm? Jó? Jó, köszönjük. Elintézem, de nem is szól semmi. Honnan tudod, hogy Tony? Lehet, hogy a Sindaco egy sorozatgyilkos a Salvatore. Hát legyél már egy kicsit körültekintőbb. Lehet, hogy egy sorozatgyilkos hát előtted, az közben meg... Tony. Nem, de lehet nem is Tony volt. Na mindegy. Salvatore. Óvatosan. Tudom, hogy már öregkori izé, no proroza, de akkor is. Na kérem szépen, akkor a Diablosok akarják elfoglalni a háborúban. Ja, hogy Salvatore hagyott egy-két fegyvert a garázsába. Salvatore, add ide inkább a kibaszott garázsodat. Hogy tároljuk el kocsit, mert nekem több kocsit szeretnék tárolni, mint te, mert nem tárol semmit. Kint hagyod a udvaron, hagylokják el fel a kocsidot, de én azért tárolnám egy-két járművet, de nekem meg kicsi a garázsom. De a garázsom kicsi, nem az, Salvatore. Na, érted? Na jól van. Ó, jó, hát a Diablo nem tudom mit akar, a olasz maffia kavart be, élén azzal a köcsöggel. Az olasz maffia kavart be, ugyebár ő mondta nekik, hogy a Harbor Heights a tiétek lesz. Aha, tiétek lesz.
esetleg majd karácsonyra kaptok egy pettyes felfújható bocit, de más nem. De az sem, mert megdöglötök karácsony előtt, értetek, jött a sorozatjékos, hol én vagy a Csaki Baba apja. Háá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 á
gyerek, én nyílok mindenkit a bulába. Nesze? Ja, értem, és a Lionsok, a két csík van. Ú, a Lionsok nagyon döglenek megfele. Gyerekek, nagyon halnak megfele. Mint a kibaszott bacilloszaurusok, vagy bakilloszaurusok őskorban. Nem. Én nem szállok erre a motorról? Nem szállok le. Nehogy már ez az izé acélbetétes, sorozatgyilkosos bakkancsom tönkre menjen. Dehogy szállok le. Egyébként ez majdnem ugyanolyan küldetés, mikor el kell foglalnunk a Szindekoéktől a piros lámpás negyedet. Ugye már GD? Ja, hogy GD már nem tud beszélni, mert meghalt! Mert van egy kibaszott lyuk a fejében. Jó van GD, semmi baj. Egyébként azért nem volt Liberty Stories rész fél hónapon keresztül, mivel ugye felrakta a Windows 10-et, és nem lettek kompatibilisek a régi mentéseim a Windows. Valamiért nem ismerte fel a PSP emulátor, szóval kezdhet el előre az egészet. Jó, hát igazából még Portlandben vagyunk, de ebben a részben már nincs Sutton Islandre. Végre valahára október 1-től gyerekek csak átmehetnénk már Sutton Islandre. De akkor is elég sok anyádat. Elég sok küldetés meg kell csinálnunk itt Portlandon. Szerintem Sutton Islandon nem is lesz ennyi küldetés. Ja, kicsit már kezdünk már itt elganésodni a helyzetünk. Jobb lenne, hogy már váltanám, nem szeretném ezt a küldetést csinálni. Valaki váltson már nekem rádiót, mert nem tudom, nem... Még sárkányok is van diablósoknak? Ne baszd fel! GTA 3-ben örültek, hogy volt egy baseball tőjük, azt jó napot kívánok. Amúgy diablósokkal én nekem konkrétan semmi bajom nincsen. Én sparolgatnák velük. Megnéznénk közösen egy kacsameség részt valamikor a közeljövőbe, de hát látod, Salvatore mindenkit ki akar nyílni, aki az útjába áll. És én mint hűséges kiskutya, mint hűséges Leon puffancs kutya, én Molotovus is van az én meg a Leon, a diablósoknak. Már nevüket se tudom, gyerekek. Menjetek már vissza onnan, ahol jöttetek, Ukrajnába, vagy honnan jöttetek, bazd meg. Spanyol köcsög, mexikói suhancok. Én kinyírom az izét is, a patiszonos Leon családtagot, engem nem érdekel, ez vadászok mindenkit. Az igen, megjelent az út közepén. Jó van, nem baj. Majd mindjárt jön az izé, a Laci bá, a busszor azt elüt. Vegyünk már fel a Molotov koktélt? Vagy gránátom van? Mi azt mondja Tony, hogy azt hiszi, csak a halott testemen keresztül. Itt fogsz meghalni? Szállatóra. Itt fogsz, de nem abban a örömlány sunájába. Sorry, sir. Úgy sétálunk itt, mintha már nem is tudom, mint a kibaszott önkormányzatnál dolgoznánk, azt néznénk az út minőségét. Papó, már megint itt van a telefon a kezünkben. Papó, ki magam? Mi a? Tudta, hogy meghalt Gábor Zsazsa? Nem is érdekli, hogy meghalt Gábor Zsazsa? Nem érdekli? Hát milyen dolog ez? Ezzel öltem meg Vincenzót is, ahogy most magát is meg fogom ezzel a revolverrel ölni. Bó! Mi a szal? Bó! Hey! Mi a? Hogy tud? Bó! Bó! Mi ez? Hát nem azt fel. Nem azt a papót! Tony! Mi a? Akkor kinyírom ezt. Ezt is kinyírom. Most már én éhezem. Gyenge húsra éhezem. Hát akkor kinyírom a kurvát. Bó! Nem haltam meg! Micsoda? Hát te nem tudsz beszélni. Te meg vagy halva. Te nem tudsz most beszélni. Bevérzett a lukam. De nem haltam meg. Mondom, meghaltam, mert meghaltál. Na, Istenem. Akik nem vannak ebben a város részen. Most már a Leon családék vannak ebben a város részben is. Hele fucking luja. Oké, srácok. Még két küldetésünk van Portlandben. Salvatore kezei által, szóval... Jaj, halljon meg a gép. Halljon meg a gép. Ilyen lagokat a Windows-t nem kaptam, srácok. Szóval menjünk is a kövi küldetésünkhöz. Micsoda exciting. De gyerekek, itt egy újabb... Anyád. Egy újabb mellékületést fedeztem fel, ez egy nekem tetszetős kis mellékületés, ezért el is indítom rögvest easybe. Követni kell a checkpointokat itt a magasvasúti sínen keresztül, de közben Watch Out Boys, Watch Out Boys, oh, you're here she comes.
Közben azért vannak ilyen... Ja, ezek kínai negyedesek. Aha, jó van. Hát honnan van ezeknek cross motorjuk? Ennyire jó fizet a halkereskedelem, hogy még cross motorral is futja. Cross motorra is futja. Amúgy ezt a Ohoy Shikamst, ezt Salvatore, szerintem Salvatore találták ezt a számot, mivel ugye az takarja a szám, hogy ó, itt jön ő, lány. Vigyázz, fiú! Megesz téged, mi ilyesmi? Ohoy Shikamst, watch out boy, ooo! She's a man eater, ember falu. Na, hát a Salvatore-nek ezt a neki találták ki. Hát már csak nézzetek rá Mariára. Nézzetek rá. Jaj, remélem Mariával már nem találkozunk többet. Remélem valahol beizélte magát örökre. Kábítózta. Jó van. Hát ugye ez fasz a kis küldetés, kis mellé küldetésecske. Egyébként a rejtett csomagokat is összegyűjtöttem. Igaz, azt mondta a Facebook oldalon, kitettem egy posztot, hogy... Ah! Na, kitettem egy posztot. Újra megijedtem. Hogy... Na, másról hol jártunk. Itt van egy golyóálló mellény. Nagyon jó, de nem sorozatgyilkosnak nem kell golyóálló mellény. Hogy nem fogom összegyűjteni a rejtett csomagot még egyszer, de nem, összegyűjtöttem, és nem, ugye az előző részben 30 rejtett csomagunk volt, ide is fel tudtam jönni ennél a épülő házhoz, ott van egy távcsős puska, ezt sem tudtam, gyerekek. És nem 30 rejtett csomagot gyűjtöttem össze, hanem többet. Azt hiszem, hogy kibaszott 22%, 4 óra 35-öt. Szóval 40-nél szerintem következő részben összegyűl a 40, de nem tudom, mit fognak adni. Gyerekek, 1500 dollár, hát GD nem fizetett annyit, ugye? Ugye? Malacfej, ugyebár? Na, te kis perverz, most már ott a izé axangyalok mellett, ott a mennyországban kurva állhatsz, GD. Úgy kicsit még mindig sajnálom GD-t. Mind velem él, azért fogok elhízni. Tony Siptare azért GD miatt fog elhízni. Én már csak tudom. Na, jaj, bocsi szál, hogy rámentem a dudvádra. Bocsi, az a te dudvád, a Don dudvája, uram, atyám. Itt locsolhatok, keresztapa? Ne locsolják, kisfiam! Itt pisálhatok, keresztapa? Ne pisálják, kisfiam! Jó van, keresztapa, megyek küldetésedni. Oké. Okay. Ó, az melyik küldetés? Nem tudom. De mindjárt kiderül. Trouble with... Na, most meg a triádokkal lesz baj. Gyerekek, az a Massimo, az mindenkinek azt mondta, hogy övé lesz a város. Banshee-ja van a Salvatore-nak! Jaj ne! Itt van az a kibaszott izé, Michelle Perfernes örömlány. Ne! Mi ez a szang? Jaj! Kapuzárási pánik! Tony, hallgass! Salvatore, nem kéne valamit csináljál már azzal? Üsd már kupán azt a nőt! Mi lányok, egész nap beszéltek, hogy vezettek is! Uram, atya, én nem bírnám. Én Salvatore helyébe, én felakasztam egyik tuja, a fegyőfára a Mariát. Belestű. Kivetetném a izéjét, a ánuszát is. Nekem, ha ilyen nőm lenne... Fú, én nincs pízem, úgyhogy nem lesz ilyen kurva nőm. Na, jól van. És nem is kellene. Kibaszott izé. Mi a küldetés lényege? Nem figyeltem. I got a shitload of money that's need to pick up. Jó, a pénzt kell felvennünk? Na, a pénzt szívesen veszek fel. ATM-ből is szívesen veszek fel pénzt, mindig a való életben is. Szóval itt is szívesen fogok pénzt felvenni. És akkor dance! We free yourself! Nem így van a szám. Szerintem nem mindegy. De a kínai triádosokkal most mi van? Gyerekek! Kínai triádosok annyira nem köptek még bele a levesünkbe. Már csak mamát kellett amúgy felhozni ezt a hülyeimmel. Nem ezt egy anyáról csúnya, de akkor is a bérgyékosokkal akarja kinyíratni a fiát, he. Azért is tettem be az előzmények közé, hogy ti is emlékezzetek arra, hogy mit akartam mamát csinálni velünk. Vincenzo, mi az? Nézd, már jön lefele a vályog a raktárodra. Mi van, Vincenzo? Miért van? Miért haltál meg? Mi? Ma nem kellett volna köcsögölni. Simán dolgoztattál volna nekem. Egész nap a kukkerómat nyalizhattad volna, meg szopózhattad volna. Nem, te meg akartál halni. Jó van. Azt mondja, this is my town, Tony. This is my town. Ez mégis az volt. Mégis a tiéd volt. Ez a hely, a GTA 3 a kínai triádos hely volt. És ez a Salvatore helye amúgy még itt a 98-ban. Na, ezt se tudtam. Na, nem sokáig. Ó, TNT. Oh, okay. Titkos üzenet! Száll a széllel! Salvatore-nek a rohadt pénze!
Lobog a szélben! Hájnanájnana! Hájnanájnana! Basz! Ho! Ho! Primogász! Ez igen kérem szépen. Ez már jelenet. Francba. Kisült a szemem. Ez már jelenet. Bazd meg. Mocskos kínőcsi járosok. Hey, miss my miss my miss, I'm even a kitchen. No money, no problem. Nagyon okáriul néztek ki, haver. Itt a Liberty City Stories-ban. Hogy néztek ki? Azért a G3... Jaj, micsoda robbanások. Szebben néztek ki. Na gyerekek! Itt csesztem el, de nagyon. Szálvátorlanak, aztán jó sok pénze van. Hát biztos hogy a kokóból, nem tudjátok, mikor Miguel-el kötöttünk idézőjebe üzletet. Abból a kokóból szerzett pénzt veszük most fel szerintem, 100%. Ó, nézzétem, ott van Lance-nek a shotgunja. Nézd már! De esik az eső, nem alt. Hol vannak a tűzoltók, mi? Azért, mert a maffia terület, mert ide nem jönnek a tűzoltók. Ezt akartam mondani, hogyha megcsináltam volna e küldetés előtt a tűzoltós mellékületés, ugye... Anyád, hogy van? Már biztos majd el fog temetni. 20 dollárba. Hú, de gyerekek. Ez nem lesz jó. Mit akartam mondani? Hogy ha meccseltük volna a tűzoltós melléküldetést, hát akkor ezt a küldetést simán meg tudtuk volna most csinálni. Jó, van már feldeszemű. Annyira kifárított a szemedet, mert nem is látsz el idáig. Annyi van te is, na, gettós üzivel a kínai. Hogy vagy, mi ez már? Mi ez a majmasz? Patymalag. Suhanc. Sukárkefe, domesztosos fejű kínai babszemjankó. Na ezt felveszük. Oké, okay, na most már lesz vagyok. Hey, hey kínai! This is Vice City, it's just business. Hey! Oh, és micsoda hatásos kis fegyver. Azért van ennyi történjen, mert ugye 30 fegyver csomag után egy shotgun kaptunk. Jó, hello. Jó, igazából csak figyelni kell, hogy ne menjünk bele a kis izé lángcsóvába. Tűzvarázsló, kétszer menten, égess el, ne menj most el! Na, ennyi a lényeg, hogy nem menjünk be a tűzbe, kicsit koncentrálni kell, meg figyelni kéne nekem is, hogy a pénzt vegyem fel, ne a embereket ölje meg fele. Sárga hordó nem tud felrobbanni. De a piros azt fel tud robbanni, nem? Mi? Itt van a same is my best boy, best. Jó, na, oké. És akkor vigyük vissza Salvatore-nak a pénzét. Hagyj költs el fel a Maria. Még a PC-jém otthonomat is ennyire tönkretettétek ezzel a robbantással. Hát gyerekek, ti nem tudtok viselkedni, bazd meg. Istenem, de amúgy is... Ja, ezzel megyünk, mert ez annyira még nem füstöl. Na, nem bagós még. Annyira nem aktív dohány is. Na. De ezt nem kellett volna, a köcsög Massimo miatt van ez. Már mondta a diablósoknak is, hogy tiétek lesz a város. Mondta ezeknek a kínai hoaszagú triádoknak is, hogy tiétek lesz a város. Joey Leonnak is mondta, hogy megölöd apádat, akkor tiéd lesz a város. Jó, Joey-nak nem mondta. Meg biztos mondta a Vincenzo-nak sem mondta, hogy hát alapból tiéd a város, szóval vedd el. De akkor is köcsög. Ez a köcsögök. Tudjátok? Jól mondom, nem? Azért egy köcsög volt, az a motoros suhant. Azért megy motorra, mert már azért a B kategóriás jogosítom elvetik 10 éve. Na. Ezután mentünk, de még nincs vége a résznek. Most már átadom. Na, hát mi történt? Amúgy láttátok, hogy egy-két triát furgon üldözött minket? Ide már nem mernek amúgy bejönni. Mama B egyékos, hogy még ide is bepofátlankodtak, hát. Ott a kínai triát furgon. Na ilyet sem láttam, hogy egy Leon Sentinel... Na, GTA 3-ba fogod elzárni így az utat majd, nem itt. Na. Jó van kínai triádosok. Azt hiszem, hogy veletek most utoljára fogunk a Liberty... És bejönnek. Ide is bepofátlankodnak, basszátok meg. A GTA 3-ba a Cloud Speed néma gyerekkel úgy szita... Szana szét fogunk titeket nyíni. Még a halatokat is megöljük, bazd meg. Végetek lesz. Tony Cipriani de gondoljatok kinyíni, he? Tony Cipriani nem nyíron seki senki. Mi ez? Most Salvatore nagyon tud vezetni. Hát jó, mondjuk egy idegesítő hisztérika mellett mi se tudnánk vezetni, srácok, de most Mariának megint nőtt a libidója, hogyha lenne libidója. Mert
Salvatore neki ment a tujájának, a fenyőfájának. Szegény fenyőfa? Salvatore, ezt nem tudjátok karácsonykor feldíszíteni? Nem lesz Merry Christmas-t. Nem fogjátok énekelni, hogy Merry Christmas everyone. Közben megesztek egy pisztrángot, nem? Jaj, jaj, nehogy meghalljunk már itt a végén, vazd meg. Mi ez a szar? Nem mentettem, gyerekek. Nem mentettem. Két küldetésen át nem mentettem. Kit érdekel? Vedd fel azt a retkes csövest. Ne nekem pofázzál itt a prédikáján. Bortiszikus vizet prédikál. Hát nem hiszem el. És nem akarok kiabálni. Bemutatom nektek az édesapámat. Ő az édesapám. Anya 68-ban vele kavart amúgy. Hát inkább anyára hasonlított bőrszínű ügyileg is, meg így arc ügyileg is. Arctalan vagyok, mint ahogy édesanyám is arctalan az egész kibaszott GTA Liberty City Stories alatt, meg a GTA 3-ban se vette fel gyönyörű níva által kezelt arcát. Itt meg a, úgy látom, a Olsen ikrek, meg a további ikrek motorozgatnak egymással. Én meg azt mondom, srácok, hogy itt a vége a legfrissebb GTA Liberty City Stories résznek, mert nekem mostan, nekem nincsen így herótom, vagy az van, de nincsen energiám, hogy mondjam, Lukát! Ilyenkor jön már amúgy a mama bérgyékos, amikor már nincs fegyverem, addig meg ide sem lehet jönni. Mindjárt megyek Vice City-be, Victor Vance-hez, meg Tommy Versary-hez. Ó, nézd már, mama bérgyékos a buzi lett. Rózsaszín Vance Stalkerrel jön. Az igen. Jó, már is lopom. Hagyj le, már én is meleg, így karácsony környékén. Ez igen. Nézd, egyre szarabb fegyverekkel jönnek amúgy a ma bérgyilkosai. Előbb még Murko még AK-nyi vehetessel jött. Jó, van, lődözzé. Vajon hányszer kell tökön rúgni? Vajon hányszer kell azt a gyönyörű golyót agyon csapni, amivel mamát kúrta a bérgyilkos. Jó, a srácok, én nem csinálom újból ezt a két kötést, akkor mégsem ebben a részben vagyunk át Sutton Islandre, pedig azt mondtad GTA Norbi, mi ez? Hozzuk a trollokat? Hozzátok. De nem fogunk átmenni most Sutton Islandre. Amúgy Lance Stalker kocsi nincs Portlandben, úgyhogy itten elfurikáztatunk. Hát jó van, na! Még a gép se akarja, hogy átmenjünk Sutton Islandre. Még mi Portlandben kell lennünk. Amúgy, hogyha átmenjünk Portland, Sutton Islandre, akkor már ide nem fogunk nagyon visszajönni, mert nem lesznek küldetések. Szóval így még egy kicsit el fogok itt kacsmaringózni egy küldetés erejéig a következő részben. De most akkor sem nagyon, srácok. Még valamit mondani akartam, amit elfelejtettem sajnos már idegbetegségemben. Valami fontosat, mondjuk az, hogy most látom a pizsomon, a drágomon, a golyómnál ki van lyukadva a anyag. Na mind, nem ezt akartam pedig mondani. Nem tudom, mit akartam mondani. Nem tudom. Gyertek ide, nézzétek, ide menjetek izé vacsorázni, meg ebédelni. Ott jó kis izé olasz macskahúst ezt elhettek. Jó? Géta Norbi innen fogja legközelebb folytatni. Salvatore! Tarts ki! Nem jövök, hamarosan jövök, nem 5-1 hét múlva jövök, jó? Holnap már itt leszek, remélhetőleg. Vagy holnap után. Ti is tartsatok ki. Like, dislike, dislike, like. Nem is dislike. Dislike, feliratkozás. Esetleg nézzétek meg a Facebook oldalamat. Ott is találtok egy-két gyönyörű információ morzsát. Meg nézzétek meg az Instagramomat. Igazából képet nem töltöttem fel. Sose, de van Instagramom. Elmondhatom, hogy van Instagramom. Jó, sziasztok!